Sziasztok! Rengeteg dolgot szeretnék nektek mondani, nyilván Last of Us témába, meg majd mutatni is videókon keresztül, és nem csak a végigjátszással kapcsolatban, hanem a játék egyéb elemeit illetően, de erről majd később. Az első rész végigjátszása során nem egy ember jelezte nekem különféle úton és módon, hogy nem jó ötlet, hogyha a kommentár hiányzik, mert így személytelenebb az egész, meg igazából, ha már a magyar játékosoknak készítek végigjátszásokat, akkor nem árt a kommentár. Én ezzel egyet is értek, csak nem tudom. Szóval ez nehéz, mert tök jó lenne egy kicsit viszont látni ebből a befektetett energiából, bár leginkább én ezt szórakozásnak tekintem, amit megosztok másokkal is, meg továbbra is úgy vagyok ezzel, mint a leges-legelső végjátszás videó elkészültekor, hogy akkor még azt mondtam, hogy a majdan születendő gyermekem majd biztos majd végignézi egyszer, de most már lassan 3 éves, úgyhogy majd csak eljön az idő, amikor legalább az ICO-t, illetve a mi volt a másik játék, a Shadow of the Colossus-t, azt azért majd már lehet, hogy majd megnézheti később, bár a Shadow of the Colossus-hoz lehet, hogy még egy jó pár évet várni kell. A Last of Us az meg aztán rohadt sokat, Dark Souls-okhoz főleg. Szóval ez igazából ez ilyen kellemes a hasznossal összeköttetés, én nem leszek meg, nem is akarok ilyen power youtuber lenni, aki PewDiePie babérjaira tör, esélyem sincs, időm sincs rá annyi, tehetségem sincs annyi, eszközeim sincsenek, meg illetve az anyagi forrásaim, meg aztán főleg nem állnak rendelkezésre ehhez. Meg az az igazság, hogy aki olyan ilyen profi youtuberként tevékenykedik, annak hát gyakorlatilag onnantól fogva erről szól az élete, és szerintem ez nem jó. Tehát meg kell találni az egyensúlyt a való életben elkövetett dolgok és hobbik, illetve a gaming között, és lehetőleg a gaming rovására, mert baj lesz abból előbb-utóbb, ha nem. Na de, az sokkal érdekesebb, hogy mi a helyzet a Last of Us-szal. A Last of Us-szal az a nagy helyzet, hogy már az első rész esetében el szerettem volna mondani, hogy csak most megint kénytelen leszek magamról egy kicsit mesélni, lehet, hogy van, aki nem tudja. Én 6 éves koromban kezdtem el ezt az egész gaminget egy Commodore 64-jel, közben persze ilyen plusz 4-es, meg ilyen Sinclair Z-spektrumos elkalandozások is voltak. Azóta, hogyha eltelik egy év és nem játszottam végig 40 játékot, akkor valószínű valami nagyon nagy baj történt, vagy beteg vagyok, vagy valami ilyesmi. Előfordult egyébként pont ilyen miatt, hogy itt egy betegség közben jött, és ez nem igazán fért bele, hogy abban az évben azt hiszem csak 25-öt játszottam végig körülbelül. Nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy nagyon sok játékkal játszottam, nagyon sok játékot ismerek. Volt alkalmam gamer újságíróként is tevékenykedni. Nem akarom most őket reklámozni, se az utódjukot, úgyhogy nevet nem mondok. Aki nagyon akarja, a Wikipédián úgyis megtalálja előbb-utóbb. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én a Last of Us-t végigjátszottam 2017-ben, a remastered-et. Direkt egyébként PlayStation 3-on az alapjátékkal nem foglalkoztam, mert sejtettem, hogy lesz belőle egy remaster, és jobb minőségben akartam végigjátszani, és jól is döntöttem. Én azt gondolom, hogy most 2021-ben a Last of Us remastered nagyon megállja a helyét, még mindig szerintem egy abszolút fantasztikus utazás és egy remek játék. Nem a világ legjobb játéka, de benne van szerintem azért az első, mondjuk az első 15-be simán bele tudnám passzírozni, hogyha akarnám, de ez mindenkinek ugye nagyon szubjektív, hogy mi az első 10-15, ami a kedvence. De nehéz belekötni a Last of Us 1-be, mert a gameplay és a story is, a hangulat, a zene, a grafika, az irányítás, gyakorlatilag minden tökéletesen egybe van. A nehézségi fokozatok szerintem jól vannak belőve,
Érdekes az egész, meg egy nagyon nagy élmény. Azt el is kell most rögtön mondanom, hogy biztos, hogy tudjátok, hogy most el fogják készíteni a remasterjét, és hát erre én nem nagyon tudok mit mondani, szerintem felesleges, kegyetlenül, mert akit egy kicsit is érdekelt a Last of Us sorozat, az biztosan az első résszel már találkozott, vagy végigjátszott a PlayStation 3-on, vagy PlayStation 4-en, vagy PlayStation 5-ön, vagy pedig YouTube-on végignézett belőle egy végigjátszás, mert most van azért nem egy mai játék, véletlenül sem. De nem értem a remastert, hogy miért pont abból, fogalmam sincs, hogy miért pont abból, amikor mondjuk még mindig ott vagyunk, ha már Naughty Dog-ról beszélgetünk, hogy az Uncharted 4, illetve a Last Legacy, ha jól rémlik a címe, azok még mindig szerencsétlenek 4K30-al szaggatnak az új generációs konzolon, mert hát valamiért nincs erre erőforrás, hogy a Naughty Dog megcsinálja hozzá a patchet. Nem úgy, mint a Last of Us 2-höz, amihez számomra tényleg, tehát majdnem ez a bekönnyezés határán voltam, amikor egyszer csak kiderült, hogy dolgoztak a patchen, elkészítették, és hát nyilván ezt ingyen hozták, vagy ingyen adták a köznek. Nem kérnék én ezért pénzt egyébként, hogy valaki, most kis túlzással azt mondom, hogy egy kapcsolót átszvicsel 30-ról 60-ra, mert nincs a Last of Us 2-ben semmi olyan, mint például a Dark Souls-ban, hogy egy 30-al történő frame-emelés az ugye a gyorsabb kardtörést eredményezte. Itt ebben erről szó nincsen. A patch kapcsán arról is beszéltek, hogy valamit javítottak a grafikán, illetve a betöltési idők gyorsabbak lettek. Hát ezzel vitatkoznék, én nem igazán látom, hogy a grafika szebb lenne. Talán egy kicsit, mintha a színek kontrasztosabbak, teljesebbek lennének. Nem tudom, hogy emögött mi van, lehet, hogy csak placebo effektus. Én nem nagyon látom azt a különbséget. A betöltési idők egy nagyon kicsit tényleg, mintha gyorsultak volna, de benn van ebbe a PlayStation gépbe az állítólag űrtechnika SSD, amit az Andromeda galaxisból az idegenek nagykövetei ajánlottak fel a Sony mérnökeinek, és a Sony ezt nem, kurvára nem használja, mert egyszerűen értem, hogy emulálva van tulajdonképpen ez a PlayStation 4-es Last of Us 2 is a gépen, de ellentmond a józanész logikájának az, hogy egy jóval erősebb gépen, egy jóval erősebb SSD-ről mi a büdös bánatos francér tölt egy percig, vagy akár még tovább egy adott pályát a Last of Us is. Ezt nem értem. Egyszerűen erősebb a hardware. Oké, hogy emulálva van, de maguk a számítási műveletek egy jóval gyorsabb gépen, egy jóval gyorsabb meghajtóról jóval gyorsabban kellene, hogy betöltődjenek. Most ezt remélem valaki ebbe rohadtul benne van jobban, mint én, és el fogja nekem magyarázni, hogy ez konzolom miért nincs így, de nekem ez magas, és még mindig a betöltési időkkel nem tudok mit kezdeni, mert rohadt lassúak, de olyannyira lassúak, hogy nekem a PlayStation 4 Pro-ban SSD volt, egy Samsung SSD volt benne, egy 500 GB-os, és azt kell, hogy mondjam, hogy amíg nem jött ki ez a patch, addig képzeljétek el, hogy a PlayStation 4 Pro gyorsabban betöltötte adott pályát, még a 4K30-as megoldással, ami még nem jött a patch SSD-ről, gyorsabban betöltötte a PlayStation 4 Pro, akár 10-13 másodperccel gyorsabban, mint a PlayStation 5 a csoda SSD-vel. Hát, wow! Tehát erre nehezen tudok mit mondani. Na de, akik idáig kitartottak velem, most már lassan a 10. percnél járok az elmélkedésbe, Last of Us 2-nek azért kell, hogy elkészüljön a végigjátszása a részemről, mert olyan szinten hatással volt rám, mint még az életben soha semmilyen játék, pedig volt nálam Falloutok, Baldur's Gate, Planescape Torment, God of War, meg Dark Souls-ok, meg minden, de a Last of Us 2, amit tud,
a számomra az az már régen nem egyszerűen csak a játékgyártásról szól, hanem egyszerűen egy olyan interaktív film, ami egy művészfilm tulajdonképpen, amiben te is közre tudsz működni. Sajnos döntési lehetőségek nincsenek benne, ezt mondjuk egy kicsit fájlalom. Tehát igazából az egyetlen egy döntési lehetőséget, hogy adott pályán mondjuk totálisan átosonsz, megpróbálsz átosonni, vagy pedig legyilkolsz mindenkit. Ez egy nagyon érdekes morális kérdés boncolgat egyébként, mert nagyon sok helyen tényleg át lehet úgy mászni, hogy elosonsz az ellenfelek mellett, viszont valahogy a Naughty Dog mégis ezt úgy oldotta meg, hogy szinte afelé terel, hogy gyilkolj. Mert néhány helyen annyira esélytelen elosonni, hogy mondjuk mit én a 15. próbából sikerül esetleg, és sokkal egyszerűbb ölni benne. És ugye erre néhányan azt mondják, hogy ez igazából a játékos döntése, hogy hogy oldja meg azt az adott szituációt, nem pedig a karakteré, és emiatt a játékost minősíti az, hogyha úgymond ölésre bírja rá a karakterét, egy tömeggyilkossá teszed a főhőst. De mondom, szerintem ez nem egészen így van. Látszik a játékon, hogy arra van azért ez kihegyezve, hogy ahogy haladsz a karaktereddel előre, úgy, hát úgy bizony öldökölni fogsz, és megszámolni se tudom, hogy hány ellenfelet, sőt, emberi ellenfelet is ölsz meg. Sokat. Túl sokat. A Last of Us-nak a történetét azt nyilván, ha lehetőséged van, akkor most nyugodtan zárd be a YouTube videót, és játszd végig magad, de főleg úgy, hogy az első részt és a DLC-t is végigjátszod, majd utána a második részt, mert szerintem egy akkora hatalmas nagy utazás mindenféle szempontból, tehát érzelmileg is a karaktereknek a fejlődése az etalon, hogy tényleg rám akkora hatással volt a második rész, hogy abszolút rajongója lettem. És a második rész hatására újra játszottam egyébként az első részt, és ugye ebből készült el a végigjátszás a YouTube videóra, vagy a YouTube-ra is. YouTube videóként. Összevettem minden vackot, ami Last of Us-os, tehát van én itt nekem gyűjtőim, meg steelbookom, meg posztereim, meg pólóim, meg bögréim, meg artbookjaim, meg minden, hogyha erre némi igény mutatkozik, akkor ezt esetleg szívesen be is mutatom, meg feltöltöm. Szenzációs a játék, és éppen ezért egyszerűen engem sokkolt, amikor olvasgatva a Reddit-et, vagy a Neogaf-ot, de azt hiszem, hogy hazai fórumon is ez megtörtént, hogy volt, aki összetörte a Last of Us 2 lemezt a játék egy bizonyos pontjánál, amit most így nyilván bevezetőben nem szeretnék ellőni, mint spoiler. És akkor én így néztem magam elé, hogy miután végigjátszottam a játékot, hogy játékosok hogy lehetnek ennyire tufák, tehát nem ért a történetből meg semmit. Tehát a játék végén majd ezt jobban kifejtem, amikor a credits leperget, esetleg egy külön videót csinálok róla, hogy mi miért történt, és abszolút a Naughty Dog nagyon jól átgondolta azt, hogy mit miért csinál, és tökéletesen fel van építve az egésznek az íve, és én azt gondolom, hogy minden karakter döntése érthető, noha nem biztos, hogy annyira elfogadható, az meg még úgysem biztos, hogy tudsz vele azonosulni, de abszolút érthető és elfogadható, és aki erre nem képes, nincs benne ennyi empatikus képesség, az szerintem nyugodtan menjen vavozni meg a többi valami lövöldözős Call of Duty-val mulassa az idejét. Nem mint a Call of Duty szar lenne, mert egy jó lövöldözős játék, a WoW meg egy remek MMO, de szerintem egy teljesen más ligába játszanak, de nem azért, mert műfajilag mások, hanem azért, mert a Last of Us
közelebb áll egy művészi alkotáshoz, még azok a játékok gyakorlatilag arról szólnak, hogy puffogtass és lőj és ölj és menjél és lootolj és fejlődj és a többi. Ez sokkal többről szól annál, tehát ez engem, ez a játék ez engem kegyetlenül megérintett csomó szempontból. De talán ezt majd a záró videóban, majd egy külön záró videóban majd erről beszélek. Kezdjük el a játékot. Én azt gondolom, hogy nyilván aki új játékot kezd, neki úgy érdemes játszania, hogy történetet is megfelelően tudja élvezni, és ne legyen neki frusztráció, annak közepest érdemes kezdeni. Nem a közepes pluszot, majd elmondom a különbségeket mindjárt. Tehát közepes fokozatot érdemes választani. Én azt gondolom, azon egy teljesen korrekt kihívás van benne, és nem megy a játékélmény rovására a nehézség kicsit sem. A nehéz fokozatról azt kell tudni, hogy ki is van írva, hogy a nyersanyagok rendkívül korlátozottak, ez igaz is, és ez abban nyilvánul meg, hogy nem nagyon tudod felfejleszteni a fegyóidat annyira, amennyire szeretnéd, és ez zavaró tud lenni, mert nem tudod annyira kipróbálni vagy kihasználni őket. A túlélő fokozat annyiban másabb, hogy itt már nem látod a HUD-ot sem, csak bizonyos esetekben hallgatózni sem tudsz. Ugye az első részben is a grounded mode azt jelentette, hogy a hallgatózást azt felejtsd el, tehát én azt úgy játszottam ott végig a videón lehet látni, hogy amikor láttam egy ellenfelet a kijelzőn keresztül, akkor tudtam oda menni hozzá és megölni, és nagyjából fel kell térképezni, hogy melyik ellenfél merre jár, és úgy elkapni őket. Sokkal nehezebb, mint hogyha hallgatózol, és tudod még azt is, hogy épp melyik irányba fordul az ellenfeled. A valóság hű, az meg nyilván aztán a minimumra van véve minden itt. Amikor találsz egy ragasztót, ami mondjuk egy sív elkészítéséhez kell, az már egy katartikus élmény. Szóval föl kell kötni a gatyát. Én természetesen kiplatináztam a játékot, de nem úgy, ahogy a többség, hogy nem csinálta meg a grounded módot. Én megcsináltam ebbe is a grounded módot. Ráadásul a permadeath opciót is bekapcsolva játszottam végig, ami ugye azt jelenti, hogy ha meghalsz, akkor kezdheted előről a játékot. Szerencsére ennek három verziója van a permadeathnek, és elfogadja az acsihoz mind a hármat. Az egyik az, hogy ha meghalsz 39 óra játék után egyszer, akkor is kezdheted előről. A másik az, hogyha adott főfejezetenként halsz meg, akkor visszadob a fejezet legelejére, ott el tudsz bukni akár egy ilyen 3-5 órányi gameplayt, ami brutális. Higgyétek el, az elképesztő nagy gyomros. Illetve van a fejezetenkénti verzió, az a legkönnyebb idézőjelbe. Na nehogy azt higgyétek, hogy az is annyira könnyű. Ott azt csinálja a játék, hogy körülbelül olyan egy, maximum másfél órányi gameplay megy a kukába, hogyha egyetlen egyszer hibázol és meghalsz. Márpedig a valósághű fokozaton gyakorlatilag egy vadászpuska találat, vagy pedig egy komolyabb mobnak az ütése, az gyakorlatilag instant kill. Úgyhogy én ezt úgy játszottam végig, hogy föltoltam grounded fokozatra, és bekapcsoltam ezt a permadeath-et fejezetenként, és úgy vittem végig. Hát volt, amikor nem volt természetes a mosolyom, és itt ordítottam a kijelző előtt, amikor ilyen 47 perc után mindent összetaktikázva meg, tényleg nagyon ügyesen, mondjuk lefúj a szél egy magaslatról, mert nem megfelelően húztad a nyomorult analógot az ellentétes irányba. Az nem érdekes, hogy közben a játék mondjuk legnehezebb boss harcát cson nélkül megoldod, érted, valósághű fokozaton. Nem, lefújt a szél, meghaltál, szevasz. Szóval megcsináltam, de nem ajánlom épp elmélyű embernek. Az tényleg csak a nagyon-nagyon-nagyon hardcore elborult rajongóknak ajánlom, akik olyanok, mint én, hogy Last of Us-szal kelnek, fekszenek. Immáron szerintem fél éve, és csak az jár a fejükbe, és nem játszanak mással.
Hát nagyjából ennyit akartam mondani. El is kezdhetnénk a játékot akkor. Na hát szóval én azt gondolom, hogy akkor megint egy ilyen valósághű fokozaton nyomuljunk. Egy kicsit talán érdekesebbé tudja tenni a játékél, mint a emeltebb nehézség, de ismétlem ezt csak akkor ajánlom, ha már végigjátszottad a játékot párszor, de talán a videókészítés szempontjából érdekesebb tud lenni ez a végigjátszás. Még annyit el szeretnék csak mondani, hogy sajnos 4K felbontásban nem igazán tudok videót rögzíteni, mert a PlayStation 5-nek a felvételi képességei azok nagyon durván korlátozottak. Például 4K-ban csak az úgynevezett WebM kiterjesztésben tudsz rögzíteni, amivel az a nagyon komoly problémám, hogy nem igazán tudom én azt vágni semmivel, úgy, hogy a színek ne fakuljanak ki. Erre is lenne egy megoldás, de próbáltam egy olyat, hogy mondjuk egy percet FFmpeg-gel átalakítgatok, és körülbelül egy korai hetes procival lesz nekem egy ilyen 6 percig csinálta, tehát egy órányi felvételből lenne 6 órányi, amit egyszerűen én nem tudok bevállalni, tehát ez képtelenség. És itt nem egy óráról lesz szó, hanem mondjuk 40-ről, tehát ez nem megoldható. Egyébként nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, hogy a PlayStation-nek ez a rögzítési képessége, ez Full HD-ban teljesen elfogadható és jó, de 4K felbontásban nagyon-nagyon béta az egész. Egyébként maga az egész konzol is egy kicsit még béta. Vannak bajok, de most nem akarlak benneteket ezzel fárasztani. Majd ezeket remélem szoftveresen helyre teszik, van, amit meg majd csak a Pro verzióba tudnak helyre tenni, mert hardveres probléma, de még mindig jobb, mint venni egy videokártyát 1 millió forintért, bár ami a PlayStation 5-ben van, ugye az körülbelül egy ilyen, hát valahol talán egy ilyen 2070-es, vagy 2070 szuper szintnek felel meg körülbelül, van 10 teraflops környékén, az azt jelenti, hogy egy olyan videokártyának a jelenlegi piaci értéke az olyan 300 ezer forint. Na most, ha azt nézed, hogy és szerencséd van, akkor 185 ezer forintért tudsz venni egy ilyen konzolt, ami nem csak a GPU-t tartalmazza, hanem sok egyéb mást is, szóval nem olyan rossz vétel ez, itt sem. Csak helyén kell kezelni. Ja, hát itt be lehetne kapcsolni végleges halált, meg ilyesmiket, de én nem hiszem, hogy most itt ez bárkit érdekelne, hogy én hogy szenvedek azzal, hogy másfél órányi játék után visszadob mondjuk az elejére. Szerintem ez titeket nem érdekel, engem viszont totál kiidegelne. Bár már biztos jobban menne, hogy egyszer így végleges halállal végigjátszottam. Így van, ugye a valóság hőfokozatra az abszolút jellemző, hogy hallgatózási módod az nincs. Tehát nem tudod, hogy merre járnak az ellenfelek. Ugye ez erre egy gomb lenyomásával korábban a korábbi fokozatokon elérhető. És hát maga a játékelemek is jóval nehezebbek, az ellenfelek nagyobbat sebeznek, sokkal könnyebben észrevesznek, taktikusabbak, állandóan a bekerítésre játszanak, aztán nem látod a hádot, gyakorlatilag nem tudod, hogy épp mennyi lőszered van, ez csak akkor, ha éppen fegyvert váltasz. Úgyhogy kellemes kis élmény tud ez lenni. I don't know what happened. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. You go halfway across the country with someone.
She needed her immunity to mean something. Maybe I was starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. We found the Firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch. It would kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. A lot. What does Ellie know? I told her they just ran some tests. I told her her immunity meant nothing. And she believed you? Didn't say otherwise. We should head back. Én ezt most jelenleg 4K HDR-rel, 60 frame per szekundummal egy OLED kijelzőn játszom, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokadszorra is egészen döbbenetes, ahogy kinéz ez a játék. Jó, nyilván egy csőbe vagyunk, tehát ne legyenek illúzióink. Itt igazából itt nem arról van szó, hogy te ezt az egész területet itt szabadon bejárad, ez nem a Days Gone. De a Naughty Dog iszonyúan jól ért ahhoz, hogy igazából annyira nem is biztos, hogy le akarsz térni az útról. Szenzációs. Tehát annyira fölötte állnak egy csomó játékfejlesztőnek, hogy egészen elképesztő.
nagyon finom részletekre is folyamatosan odafigyelnek, amiket csak akkor veszel észre, ha többször végigjátszod a játékot. Hát mondanom se kell, ez 5.1 hangrendszerrel játszottam végig, tehát a hangok is annyira kristálytiszták és tűpontosan vannak pozícionálva, hogy tehát ez a minőségnek ez az a szintje, amit a Naughty Dog letesz, ami után úgy mással játszani kifejezetten azt érzed, hogy jaj, de aranyos, hogy ők is próbálkoznak. Tehát így... nehéz mit mondani erre, mert nem mindenki Naughty Dog, és pénzeli őket a Sony. De hát hála jó égnek, hogy van ilyen. Nagyon jó, hogy vannak ilyen szuper produkciók, mert ez abszolút az. Most már azt hiszem, hogy több mint 320 díjat zsebelt be a Last of Us 2. Azt hiszem, ez talán Guinness rekord, mert nem hiszem, hogy játék valaha ennyit begyűjtött volna. Főleg ilyen rövid idő alatt. Egyébként annyira kellett a 60 frame ennek a játéknak, hogy az leírhatatlan. Voltak olyan fórumok, ahol olvastam, hogy hát a Last of Us az pont az a játék, ahol teljesen mindegy, hogy 30-al vagy 60-nal megy, nem igaz. Ez baromság. Tehát értem, hogy az emberek szeme különböző, az idegrendszer különböző, de kis túlzással élve 4K30-al szétpotyog a kép a Last of Us-ba. Ugye PlayStation 4 Pro-ra fejlesztették ezt ki alapvetően a generáció végén. Míg PlayStation 5-ön is ugyanezzel a problémával küzdött, 4K30-al egyszerűen kitépte a szemedet, tehát egy másfél-két órányi játék után jó volt kilépni a játékból, mert egyszerűen nem volt ilyen tükörsima a frame. Volt ott szerintem frame pacing probléma is, tehát én nem éreztem azt sem 100%-osnak, mert ahogy így forgattad a kamerát, most azért itt látszik, hogy ez szép folyamatos, viszont ott így néha így megröccent egy kicsit, és ez egy olyan játékban, ahol sokat forgatod a kamerát, és nem mondjuk egy real-time stratégia, irgalmatlanul irritáló. Tehát nagyon kellett ennek a 60 frame-es patch, iszonyatosan, gyerekek. Aki más mond, az elnézést, de vak. It's okay, I got him. You go on. You sure? About what we were talking about earlier. I can't say I'd have done different. I'll take it to the grave if I have to. I'll see you later, Tom. Ellie? Jesus. This gave me a heart attack. I tried knocking, but... Hey,
Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are, you know, talking about how impressed they are with you and how well you're helping out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day, and he he told me a joke, and I thought about you. It's, oh, shoot, no, I forgot it. Something about a clock. How do you... Joel, it's pretty late, and I gotta get up in a few hours. Yeah, I know. I'm gonna get out of your hair. I just... I want to show you something. Just give me one second. What's this? Some folks call this thing here a guitar. Funny. You want to hear something? Okay. Promise me that you won't laugh. I won't laugh. I won't. I'm trusting you. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, as I believe, and I believe, as I can see our future day. Days of you and me. There you go. Well, that didn't suck. I'll take what I can get. She's yours. No. I don't know the first thing about this. I promised that I'd teach you how to play. You did. So what do you say, tomorrow night, first lesson? Deal. Okay. Do you remember the joke? What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Yeah.
Good night, kiddo. Álljon meg egy picit, szóval azért ez a bevezető se akármi, aki benne van a Last of Us franchise-nak a világába, azért az jól látja, hogy mennyire jól illik ez a bevezető a második részhez, ugyanis az első résznek a történetét folytatja azzal, hogy ugye Joel megígérte Ellie-nek, hogy egyrészt énekelni is fogja majd hallani el, és ez meg is történt. Ugye később megígéri azt, hogy gitározni is megtanítja itt erre, ugye egy utalás el is hangzik. Illetve Ellie-nek a viselkedését itt volt, olvastam, ahol kritizálták, hogy itt ez már mennyire a polkorrekt irányba megy el, hogy Ellie úgy viselkedik Joel-lel, mint hogyha Joel csak egy sokadik férfi lenne, aki hát ugye erőszakos, meg tesztoszteron, meg szóval értitek, a jelenlegi vonulat ugye a female protagonist irányba megy el, és ugye ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon ezeket a női karaktereket kidomborítják, és mindenképpen a férfiak fölé helyezik. Én ezt utálom, de itt azért van helye, meg még nagyon sok mindennek, ami LMBTQ és PC, vagy PC, azért van helye ebbe a játékba, mert jól és mesterien használják, és van jelentősége a történet szempontjából, hogy miért PC-sedünk ennyire. És ez így ettől is zseniális ez a játék, hogy ezt végre úgy tudja tálalni, hogy nem fordul ki tőle a gyomrod, mert nem azért tolják bele a képedbe a másságot, mert meggyőződésük van arról, hogy gyakorlatilag most ez az új út, ez az új trend, mindent ennek alá kell rendelni a cancel culture-rel együtt, hanem egyszerűen itt a történet és a karakterek céljait, motivációit, személyiségét adja az, hogy része annak, hogy viselkednek. Ellie-t azért viselkedik egy kicsit így, sőt, hát nagyon Joel-el egy kicsit ilyen távolságtartóbb, mert hát gyakorlatilag ilyenkor már, tehát Ellie tudja, hogy Joel hazudott neki arról, hogy az immunitása ére valamit vagy sem, és azt is tudja, hogy ott a kórházban azért elég csúnya dolgok történtek, amiket Joel követett el. Szóval már ez a bevezető, már ez azt gondolom, hogy abszolút, aki ismeri a Last of Us-t, az tudja, hogy szerintem nagyon jól illik ehhez az egészhez.